Jaj, anya, otthon felejtettem a telefonomat. Otthon felejtette. Hát 3:15 van, ha most visszafordulunk el később az iskolából, megint mi jön, anyuka majd visszamegy érte. Nem tudod, hogy hol hagytad? Mindennapos élethelyzet bármely családban előfordulhat. Az előadás érdekessége, hogy a pszichiátriai osztály gondozottjai adták elő. Olyan jeleneteket mutattak meg, melyek a fiatalok problémáiról szóltak. A Lelki Egészség Világnapi alkalmából rendezett szakmai napon ezekről a problémákról hallgatott meg előadásokat a szakma. A mentális és szociális jóllétre hívjuk fel a figyelmet ezen a napon, illetve azok felé fordulunk, akik valamilyen pszichészavarban szenvednek, és egy antistigmatizációs program. Ugye ez idén nálunk hogy valósul meg, gyakorlatilag előadásokat, illetve személyes tapasztalatok nyújtására próbálunk helyszínt biztosítani. Az előadásainkban a fiatalok kerülnek előtérbe, a mai problémák, a függőségek, a gender probléma, illetve megpróbáljuk megmutatni azt is, hogy az osztály ezekre a kihívásokra, amit elsősorban a fiatalok problémái jelentenek, hogyan próbál reagálni. A pszichiátria egy flexibilis tudomány, mert képes a társadalmi és kulturális változásokra gyorsan reagálni, mondta Kertész Ágnes főorvos. Csak össze kell hasonlítani egy évezredek óta ugyanolyan tüneteket produkáló szívinfarktust vagy embóliát egy folyamatosan bővülő és szélesedő probléma rendszerrel. 5-10-15-20 éves felfedezett betegségekre kell reagálnunk. Úgyhogy ma ez lesz a témánk. Civil szervezeteket, velünk együttműködő szakmai szervezeteket hívtunk meg, illetve azokat a támogatóinkat, akik évet óta segítenek bennünket abban, hogy a pszichiátria egyre nyíltabbá váljon, meg tudja jelenni a város különböző fórumain, és hogy valahogy azokat a stigmatizációs falakat le tudjuk dönteni, amik körülvesznek bennünket. Ugye az utóbbi 30 évben nagyon-nagyon sokat változott a világ, nagyon felgyorsult minden, és nem csak a fiatalok, hanem az egész felnőtt társadalom nagyon rosszul tud erre reagálni. Ugye nem véletlenül lesz a 21. század a pszichészavaroknak az évszázada, mert a változások gyakorlatilag hihetetlen kihívások elé állítanak bennünket, és sajnos a gyakorlat és a tudomány csak kullog azok után, a problémák után, amikkel nap mint nap találkozunk. Ugye az elmúlt időszaknak nagy problémái az evészavarok, a különböző új viselkedési addikciók, ami hát sajnos pont a legfiatalabb korosztály célozza meg, és talán a kutatásoknak a terébe is ez került leginkább. A két szélső életkor, a fiatalok, a 18 év alattiak és a 80 felettiek, mert itt van jelen pillanatban az a legfontosabb segítségnyújtási időszak, amivel dolgoznunk és foglalkoznunk kell. A 80-as években született egy japán modell. Akkor néhány sehová be nem sorolható esetek mutattak be, melyek már a világméretű problémával nőtték ki magukat. Azt gondolom, az nagyon komoly társadalmi változásokra van szükség, hogy valós prevenciót tudjunk nyújtani. A szülői rendszerben, az iskola rendszerben, a kultúrában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy gyökeres változásra lesz szükség ahhoz, hogy valahogy ne kullogjon folyamatosan a tudomány és a kutatás a problémák után. Azokban a társadalmakban, ahol a hagyományok hosszabb távon meg tudtak maradni, ott stabilabbak és jobban tolerálják a változásokat is, illetve ugye a közösség megnek a megtartó ereje jelentősen segíti ezeket a funkcióinkat, amiben tolerálni tudunk egy ilyen sebességet. Ott, ahol nagyon nagy az értékvesztés, ott sokkal gyakrabban jelennek meg ezek a problémák. Hogy miket töltök le? Az a baj! Hát, ha belejöttem a fürdőkádba, az a baj! Ha nincs rajta bluetooth? Az a baj! Hát, a kicsi a gomb, az a baj! Az a baj.
még bátyámnak sincsen. Na, az már gáz!